Köszöntöm Önöket, ez az ATV Híradó, Nemes Anna vagyok. Folytatódhat a konzervatívok konferenciája Brüsszelben. Az olaszok és a britek is tiltakoztak a félbeszakítás ellen. Újabb 106 református értelmiségi követeli Balogh Zoltán lemondását a püspöki tisztségről a kegyelmi ügy miatt. És 12 óra alatt elfogták a rendőrök az Andrássy úti luxusüzlet kirablóit, autóval tolattak be a kirakatba. Folytatódhat a konzervatívok konferenciája Brüsszelben. Ez az a rendezvény, aminek a rendőrök vetettek véget közrend megzavarásának veszélye miatt. Orbán Viktor a rendezvény megszakítása után Facebook oldalán úgy fogalmazott, Brüsszel szintet lépett, ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják. A belga és az olasz miniszterelnök pedig alkotmányellenesnek nevezte a rendezvény betiltását, és elítélték a történteket a britek is. A korábban a Brexitért kampányoló brit politikus Nigel Farage is beszédet mondott a brüsszeli nemzeti konzervatív konferencián. A kezdés után ugyanakkor 2 órával a Politico beszámolója szerint kivonult a rendőrség és közölték a szervezőkkel, hogy véget vetnek a rendezvénynek. Az MCC brüsszeli szervezet egy videót is feltöltött a Twitter oldalára. Ebben az MCC videóban a rendőrség polgármesteri utasításra hivatkozott, bár épp azután jön egy vágás, hogy magyarázatot kérnek a döntésről. A rendezvény egyik szervezője azt mondta, technikai okokra hivatkozva, de politikai indítatásból jártak el a rendőrök. Orbán Viktor szintén beszédet mondott volna a rendezvényen. A miniszterelnök Facebookon a rendőrség által lefújt konferenciáról úgy vélekedett, hogy Brüsszel szintet lépett. Ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják. Menczer Tamás szerint egész Brüsszel azon dolgozik, hogy elhallgattassa Orbán Viktort. Kitért arra is, nem biztosítják a rendezvényt, hanem bezárják. Majd Menczer hozzátette, éljen a brüsszeli demokrácia. Az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője ugyanakkor másképp vélekedik. A rendőrség nem politikai okok miatt zárta le a rendezvényt, hanem biztonságokok miatt. Attól tartottak, hogy a meghirdetett antifasiszta ellentüntetés nyomán olyan helyzet alakul ki, aminek nem tudnak úrrá lenni, és nagyon súlyos biztonsági kockázatokat láttak. De kétségtelen, hogy a dolog mögött állhatott némi politikai megfontolás is. A Momentum szerint ezen az eseményen populista politikusok akartak részt venni. A párt sajtóhírek kapcsán kiemelte, fennállt a veszélye, hogy rendbontásra kerül sor. Kétségtelen, hogy megmutatkozik az, hogy ezek a szélsőséges vagy populista politikusok nem üdvözölt szereplői az európai politikának és amúgy az Európai Unió kulturált politikájának. A hatóságok azt nyilatkozták a Politikónak, hogy a közrend megzavarásának veszélye miatt döntöttek így. A magyarok 77%-a tartja előnyösnek az uniós tagságot, derül ki az Euróbarométer felméréséből. 10-ből 8 emberben kedvező vagy semleges kép él az Európai Unióról. A kutatás szerint, ha a jövő héten tartanák az EP választásokat, akkor a magyarok 70%, az európaiak 71%-a jelenne meg az urnák előtt. A megkérdezett magyarok egyébként úgy vélik, hogy a kampányban a közegészségügy helyzetével kellene kiemelten foglalkozni. 3 mandátumot szerezhet Magyar Péter pártja az európai parlamenti választáson az Euraktív számításai szerint. A portál a Fidesz-KDNP-nek 11, a DK-nak Magyar pártjához hasonlóan 3, a Kétfarkú Kutyapártnak 2, míg a Momentumnak és a Mi Hazánknak 1-1 mandátumot becsül. Azt is írják, hogy a Tisza párt nem a Fidesztől, hanem az ellenzéktől veszel helyeket. Nagy erőkkel és sok ezer aktivistával kezdi meg budapesti kampányát szombaton a Fidesz. Erről Hidvégi Balázs beszélt a Hír TV-ben. Szentkirályi Alexandra kampányfőnöke azt mondta, az a céljuk, hogy elsőként adják le az induláshoz szükséges aláírásokat. Arra a kérdésre, hogy a kormánypártok főpolgármester jelöltje nyitott lenne egy vitára a többi indulóval, Hidvégi azt mondta, fontos lenne vitázni Budapest jövőjéről, de Karácsony Gergely csak egy báb, akit Gyurcsány Ferenc irányít. Szentkirályi Alexandra egyébként ma jelenti be 7 pontos Budapest tervét. Tavalyhoz képest 73 milliárd forinttal többet, összesen 311 milliárd forintot szed be a kormány szolidaritási hozzájárulásként 848 településtől. Ez 124-jel több önkormányzat, mint egy évvel ezelőtt.
Mindez a pénzügyminisztérium válaszából derült ki, amit Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester adatigénylésére adtak. A tárca ugyanakkor azt nem közölte, hogy mely településekhez kerül a pénz. Melyek azok a települések, amelyek kaptak szolidaritási hozzájárulást, milyen kritériumok alapján, és ki döntött ezekről? Ezeket a kérdéseket tette fel közérdekű adatigénylése során a pénzügyminisztériumnak a főváros 7. kerületének polgármestere. A kormány 2017-ben azért vezette be ezt a finanszírozási formát, hogy a nagyobb költségvetésű települések többletbevétele után több jusson a szegényebbeknek. A Niedermüller Péternek adott válaszból kiderül, hogy míg 2023-ban 724 település összesen 237 milliárd forintot fizetett be ezen a jogcímen, addig az idei költségvetés már 848 önkormányzat 311 milliárd forint befizetésével számol. Hogy mindez kikhez kerül, azt a válasz nem részletezi. Az a pénz, amit befizetnek szolidaritási hozzájárulás címen az önkormányzatok, belefolynak a központi költségvetésnek abba a bugyrába, amiből az önkormányzatokat egyébként is támogatják. Mi is kerestük a pénzügyminisztériumot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mire költötte a kormány a tavaly befizetett 237 milliárd forintot. Mi okozza, hogy a Népszava szerint idén 120 milliárddal kevesebb jut önkormányzati támogatásra, illetve mi alapján dől el, hogy ki befizetője és ki haszonélvezője a szolidaritási hozzájárulásnak. A tárca általános Facebook posztban reagált. Ebben azt írták, hogy a jóval több iparűzési adó bevételhez képest jóval alacsonyabb arányban kell fizetniük a településeknek. A tervezett kevesebb állami támogatási összeg csak egy előirányzat, ami nem tartalmazta a tanárok és óvónők béremelését, illetve egy objektív matematikai képlet alapján dől el, ki kap ebből a befizetésből. Konkrét településeket nekünk sem írtak. Egyrészt szerintem a mértéke az most már valóban nagyon magas, hiszen több mint 8 milliárd forintról beszélünk összességében Fehérváron, és azért ezt az összeget bőven lenne mire fordítani a városba. Cserpalkovics András szerint a megnövekedett adóbevétel természetes vonzata, hogy több pénzt fizet az adott önkormányzat is. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szolidaritási hozzájárulás célszerű lenne a befizető önkormányzat agglomerációjában elkölteni, mert így járna a befizető és a kedvezményezett is a legjobban. A város és környezete együtt tudna növekedni, fejlődni, és mindenki abban lenne érdekelt, hogy a városipara nőjön, fejlődjön, hiszen akkor az ő településükre is több forrás juthatna. Ezért gondolkodnék én agglomerációval, ugyanúgy, mint ahogy agglomerációs szolgáltatások javítására lehetne ezt fordítani az én elképzelésem szerint. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke rokon szenvezik ezzel az ötlettel, viszont Gémesi György szerint azzal, hogy a kormány folyamatosan központosít, épp az önkormányzatiság lényegét veszi el. Hiába erős egy település, már messze nem tudja azt az önállóságot, önálló gazdálkodást megcsinálni, és önálló fejlesztés politikát, amit korábban megcsinált. Ez egyrészt sérti a szubszidiaritás elvét, ez ugye az, hogy mindent ott intézzünk, ahol a leghatékonyabb. Gémesi György hozzátette, nem a szolidaritási hozzájárulással, hanem annak mértékével nem ért egyet. Megszólalt apja nemzeti szocialista múltjával kapcsolatban Sulyog Tamás. Az államfő a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján beszélt először nyíltan arról, hogy megrendítette, amiket az elmúlt hetekben édesapjával kapcsolatban elétártak. Azt mondta, mire olyan életszakaszba lépett, hogy kérdezhette volna az apját mindenről, addigra már nem élt. Így csak az elejtett szavai maradtak. Abból tudok ítélni, ahogy a nőt bő 30 esztendő alatt megismertem. 45-ben szembesülhetett azzal a rémséggel, amit a holokauszt jelentett, és egy világ dőlhetett össze benne. Számomra így ér össze az elmúlt évtizedekben hallott családi elbeszélésekkel. A múltat, saját személyes múltamat is vállalva hajtok most fejet a holokauszt valamennyi áldozata előtt. Köszönöm, hogy meg. Újabb 106 református értelmiségi követeli Balogh Zoltán lemondását. Azt a nyilatkozatot írták alá, amiben néhány hete 24 református egyháztag szólította fel lemondásra a kegyelmi botrányba keveredett püspököt. Bár a Válasz Online-on megjelent nyilatkozatot eredetileg nem aláírásgyűjtésnek szánták a megfogalmazói, mégis sokan felsorakoznak melléjük. Az új támogatók között van többek között Szabó T. Anna, költő, író, Pecsnig Mária Zita és Bot Péter Ákos közgazdászok, Pap István és Turbuc Dávid történészek.
lemondott az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője, tudta meg a Népszava. A lapnak a belügyminisztérium is megerősítette Erdei Sándor távozását, aki saját kérésre április 15-i hatállyal köszönt le a posztról. A lap már egy hónapja értesült arról, hogy vezetőváltás készül az intézményben. Akkor azonban a hírt a szakszolgálat és a belügyminisztérium is tagadta. Azt írták, hogy a Népszava információja téves. Otthonában orosz rulett közben lőhette agyon magát egy nagyatádi fiatal. Egy internetes csetszobában vehették rá a fiút a fegyveres játékra, miután elárulta, hogy az apjának éles lőfegyvere van. A gyerek holttestére az édesanyja talált rá. Ebben a házban lőtte fejbe magát a 16 éves fiú az apja fegyverével. Kerestük az ügyben a rendőrséget, de csak szűkszavú választ küldtek híradónknak. Ebben az áll, hogy a haláleset körülményeit a nagyatádi rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. Híradónk úgy tudja, hogy az interneten egy kihívásnak akart eleget tenni a fiú, orosz rulettet kellett játszania egy éles fegyverrel. A fiú egy hasonló forgótáras revolverrel játszott orosz rulettet a TikTokon. Ilyenkor egy darab lőszert behelyez ide a forgótárba, elfordítja a fejét, megpörgeti, visszazárja, csőre tölt, és innentől már a szerencsé múlik, hogy elsül-e a fegyver, vagy nem. A fegyverszakértő szerint egyszerű a képlet. Gyerek kezébe fegyver nem való. Alapvetően fegyverrel, tehát éles fegyverrel nem játszunk, az nem játék, az egy gyilok. Tehát az olyan személyek kezébe kerül akkor, és hogyha nem ért hozzá, az beláthatatlan következményei lesznek. Én azt gondolom, hogy az orosz lőtt az egy teljesen fölösleges, mondjuk úgy, hogy bátor embereknek, de nem túl okosoknak való, teljesen fölösleges rulettjáték. Úgy tudni, a fiú az erdészapja engedéllyel tartott revolverét szerezte meg a fegyverszekrényből, a számítógép előtt ült, majd lőtt és összeesett. Az anyja hívott hozzá mentőt, de már nem tudtak rajta segíteni. Meg fogja vizsgálni a rendőrség, hogy az a fegyver, ami a fiú kezében volt, a szabályszerűen volt-e tárolva, tehát a törvényben előírt feltételeknek megfelelte a tárolása, illetőleg a vizsgálat valószínűleg ki fog terjedni arra is, hogy adott esetben ezt a fiatalembert erre az úgymond orosz rulett játékra valaki rábírta-e, ugyanis ez bűncselekménynek minősül. A híradónk által megkérdezett pszichológus szerint az egyik fő problémát az okozza, hogy serdülőkorban megemelkedik a kockázatkereső magatartás szintje. Keresik azokat a lehetőségeket, ahol valami izgalmasat, valami olyat tudnak csinálni, ami az adrenalint megnöveli, és hol máshol, mint a közösségi médián találnak ehhez különféle kihívásokat, illetve felületeket. Úgyhogy éppen azért, mivel ezt valamennyire a társas közegből veszik, ezért hát nagyon könnyen próbálják ki, és hát keletkeznek problémák ebből. A rendőrség lefoglalta a fiú számítógépét, egyelőre vizsgálják az orosz ruletre utaló bizonyítékokat, és azt, hogy kivel beszélgetett az adott időpontban az áldozat. Pszichoaktív anyagokkal kereskedőkre csapott le a rendőrség Jászapátiban és Hevesen. A nagyszabású összehangolt akcióban több mint 180 rendőr vett részt. Jászapátiban 9, míg Hevesen 3 helyszínen intézkedtek, összesen 8 férfit és 2 nőt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozók a házkutatások során kábítószergyanús anyagokat, valamint ékszereket, órákat, mobiltelefonokat, bútorokat, készpénzt és autókat foglaltak le. 3 ingatlant zár alá vettek. A hatóság 8 gyanúsított őrizetbevételét rendelte el és kezdeményezték a letartóztatásukat. Fél nap alatt elfogták a rendőrök az Andrássy úti Louis Vuitton luxusbolt kirablóit. A két 56 éves külföldi férfi teljesen kifosztotta az üzletet. Az eltulajdonított áruk értéke több 10 millió forint. Táskákat, napszemüvegeket, öveket loptak. Ezek nagy része megkerült. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Tanácstalan vevők álltak délelőtt az Andrássy út egyik luxusboltja előtt. Befele nézegettek, ugyanis a lámpa égett és eladók is voltak bent, ugyanakkor senki sem ment oda hozzájuk. Az üzlet kirakatán nem volt semmiféle tájékoztató arról, hogy ne lennének nyitva. Volt, aki a QR-kód leolvasása után próbált tájékozódni, sikertelenül. Stábunkhoz kijöttek a boltból, de mi sem kaptunk információt.
Annyit mondtak, hogy nem kívánnak nyilatkozni. Azt is csak nehezen árulták el, hogy jelenleg zárva vannak az előző napi betörés után. Le van takarva itt az Andrássy úton a boltnak az egyik kirakata. Itt hajtott be az autó. Mikor ideérkeztünk, akkor még éppen takarították a törmelékeket. Úgy tudjuk, hogy több 10 milliós a kár. Luxus táskák két nagy szatyorban, majd sorban kipakolva a földön, ezek már a rendőrség felvételei az ellopott designer darabokról. A budapesti rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába április 15-én éjszaka 2 óra 30 perc körül érkezett bejelentés, hogy Budapest 6. kerületében az Andrássy út és a Hajós utca kereszteződésében lévő üzletbe betörtek. A rendőrök azonnal kimentek a helyszínre és megkezdték a munkát. Szemlét tartottak, megnézték a kamerafelvételeket és elindult a tanúkutatás is, valamint rövid időn belül megtudták, hogy az elkövetők a kirakaton keresztül betolatva jutottak be az üzletbe. Ez a felvételen is látszik, amit a rendőrség tett közzé Facebook oldalán. Az adatgyűjtés a nyomozati munka eredményeként 12 órán belül azonosították is a feltételezett elkövetőket. Két 56 éves férfit, egyikük horvát, a másikuk pedig montenegrói állampolgár. Őket még aznap a budapesti rendőrfőkapitányság bűnügyi bevetési osztályának nyomozói Budapest 6. illetve 7. kerületében el is fogták. Elfogásukat követően őket előállították, gyanúsítottként hallgatták ki őket, és mindkét férfit őrizetbe is vették. Csicsi Soma elmondta azt is, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Már nem a Rózsadombon épülnek a legdrágább lakások a fővárosban, derül ki az Otthoncentrum adataiból. 3 millió 300 ezer forintos négyzetméter árral az első kerületben kérik a legtöbbet a lakásokért. Hasonlóan drágák az ingatlanok a 12. és az 5. kerületben is. A külső pesti kerületek a legolcsóbbak, ezekben kicsivel 1 millió forint feletti négyzetméter árak jellemzőek. 4 napon keresztül razziázik a rendőrség az ország útjain és levadásza az összes gyorshajtót. Április 15-e és 21-e között hazánkban is fokozott ellenőrzést tart a hatóság az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján. Ha egy szóval akarjuk elmondani, mi történik az utakon 4 napon keresztül az országban, akkor ez így hangzik: trafipax invázió. A rendőrség raktárában most egy mérőműszer sem maradt, az összes dolgozik és méri a gyorshajtókat. Ennek elsősorban balesetmegelőzési célja van, felhívjuk a figyelmet arra, hogy még mindig nagyon nagy a sebességhelytelen megválasztásából bekövetkező személyisérüléssel járó közlekedési baleseteknek a száma. Ez egyébként itt Hajdúbújhár megyében több, mint a balesetek 1/4-éért felelős. A gépjárművezető oktató szerint sokan csak addig tartják be a szabályokat, amíg meg nem szerzik a jogosítványt. Ha pedig kézben van a vezetői engedély, akkor azt hiszik, rá lehet taposni a gázpedálra. Az oktató ezért örül, ha trafipaxot lát az utak mellett. Hát lehet, nem leszek ezért nagyon népszerű, de én ezzel teljesen egyet tudok érteni, mert valahogy azt vesszük észre, hogy a hosszú oktatói évek alatt, hogy egyre lejjebb van a közlekedési kultúra, pedig még egyszer mondom, mi nem erre neveljük a tanulókat. Azért akadnak olyanok is, akik friss jogsival nagyon óvatosan közlekednek a forgalomban, azonban ez nem mindig tetszik az autósoknak. Van olyan, aki nagyon türelmes, előzékeny, előreenged, ha sávot akarok váltani, de nem mindenki. Van olyan, aki türelmetlenebb, vagy megelőz, vagy nem tartja úgy be a sebességet. Pénteken az elmúlt évekhez hasonlóan most is lesz olyan, amikor a rendőrök a nap 24 órájában fognak vadászni a gyorshajtókra. Egy nap alatt esett le az éves csapadék mennyiség Dubajban, írja a Guardian. Az Egyesült Arab Emirátusokat az elmúlt 75 év legnagyobb esőzése sújtja. Több mint 120 mm csapadék esett 24 óra alatt, ami normális esetben az egész évi átlagos mennyiség. A víz elárasztotta a házakat és az utakat, megbénult a közlekedés, a hatóságok tartálykocsikkal próbálták kiszivattyúzni a vizet. Több bevásárlóközpontot is elöntött a víz. A Nemzeti Meteorológiai Központ felszólította a lakosokat, hogy tegyenek meg minden óvintézkedést és maradjanak távol az áradással érintett területektől. A híradó után folytatódik a fórum, a témákat már is mondja Szlazsánszky Ferenc. Szervusz, Feri!
Szervusz, Anna, köszöntöm a kedves nézőket. A sebességmérős riportról jutott eszembe, hogy volt egy barátom, aki írt annak idén egy dalt a zenekarával, az volt a címe, hogy hajtsunk át a piroson, de százzal. Mentségére legyen szólva, hogy ezt általános iskola alsó tagozatában írta, én pedig most is mélyen elhatárolódom ettől. Ami a témákat illeti, egyre több magyar akar részt venni az európai parlamenti választáson, ami nagyon jó hír. 106 újabb református értelmiségi követeli nyílt levélben Balogh Zoltán távozását, nem tudom, hogy ez kinek jó hír, és a harmadik megint csak nagyon jó hír, tessenek elkezdeni futballozni, és szorgalmasan edzeni, ugyanis már MB2-es szinten is nettó milliós fizetéseket lehet keresni Magyarországon, azon belül Nyíregyházán, úgyhogy ezeket a témákat javasolnám. Köszönöm szépen, Feri, most tehát jön a Fórum, Híradóval pedig legközelebb 17:25-kor Gesztesi Máté várja Önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!